A gyereknapot a világ több országában is ünneplik az év legkülönbözőbb napján. Legelőször Törökországban még 1920-ban, majd 1954-ben javasolta az ENSZ közgyűlése, hogy minden országban tartsák meg azzal a céllal, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és az egymás közti megértésről, valamint a gyerekek jól léte érdekében. Magyarországon már a 20. század első évtizedeiben is rendeztek gyereknapot, igaz, nem minden éven. 1953-tól május utolsó vasárnapja lett a végleges dátum, így azóta falvak és városok is egy időben tartják meg ezt a jeles napot. Így történik ez Sátoraljóújhelyen is, hiszen már évek óta készülnek a programokkal a Kossuth Lajos Művelődési Központ munkatársai, kicsiknek és a nagyoknak egyaránt. Az tulajdonképpen megszokott, hogy a Hétszínvirág óvoda óvónőivel közreműködünk, ilyenkor mindig egyeztetünk, és próbálunk mindenféle játékokat, műsort, mindenféle műfajt, hogy keveredjen. Tehát azt jelenti, hogy 2 órától az óvónők feldolgozták a Világszép Nátszál kisasszony mesejátékot, és ez egy interaktív játék formájában kerül megrendezésre. Ez majd, hogy nem egész 4 óráig el fog tartani. Utána pedig a megszokott úgynevezett kis színpadon a hivatal előtt várjuk a Zenevona Társulat bohócai fognak előadni műsort a gyerek, gondolom, meg a nagyszülők örömére is, hiszen sokszor azt nézem, hogy sok a nagyszülő is ott a sorok között, illetve a szülők is, és hát hál' Istennek ez így van, hiszen jó idő van. A programok között ugrálóvár, arcfestés és kézműveskedés is várta a gyerekeket. A rendezvényt Szamosvölgyi Péter polgármester nyitotta meg. A mai nap nagyon jó alkalom arra, hogy egy kicsit a szülők elgondolkozzanak azon, hogy az elmúlt évben, években mennyire foglalkoztak a gyerekkel vagy a gyerekekkel, maradt-e idejük a rohanás mellett, a munka mellett rájuk is, hogy meghallgatták-e, ha voltak problémáik, hogy megoszthatták anyukával, apukával az örömüket, vagy adott esetben a bosszúságukat. Mert a gyereket partnernek kell tekinteni, és ezt nem csak pedagógusként mondom, hanem szülőként és természetesen nagyszülőként is, mert akkor érzi, hogy fontos. És ha ez hiányzik, akkor a gyermek bizonytalanná válik, és sokkal elcsigázottabb is lehet. Ezt mindenképpen el kell kerülni. A megnyitóban az volt a hangsúlyabb a pár mondatban, amit mondtam, hogy legyen a gyerekeinknek boldog gyerekkora. A rendezvény sikeresen zárult, hiszen több szülő és gyermek is együtt szórakozott a Sátoraljóújhelyi sétáló utcán.